Szevasztok srácok, ebben a mai videóban ti döntöttétek el, melyik karakterrel menjek. Lássuk is, hogy ti mit mondtatok. Hiszitek vagy sem, de én nem így gondoltam, hanem beleraktam egy kis csavart. Igen, én úgy értem, hogy egy számot mondtok, és például mondjuk legyen a 200, és én a Stumble Guys-ban a saját karaktereimből kiválasztom a 200. karaktert, és azzal fogok nyerni, vagy nem nyerni. Első. 199. Nálam ez a fagyis karakter, ez jól fog menni szerintem. Hát, vagy nagyon nem. Mindegy, itt tovább megyünk. Jó, itt van a második akadály. Jó, és tovább jutottunk, úgyhogy nem nyúlt hozzánk, nem ért hozzánk. Első trükk, nem, de beérünk. A második pályát azt utálom. Szóval ez az a pálya, amit utálok. Néha szeretem, de ezt most utálom. Ott le is boxoljuk szépen. Jó, ott van néhány idióta, akik ott meghalnak. Jó, ott hárman is amúgy meghaltak, ugyanabban a két lyukban. És beérünk! Nem, nagyon nem. De az ingyen jutalmat megkapjuk, amit 15 gem ficeg hozzánk. Második. 13. Az a Ronaldo skin. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Jó, ez az amerikai futballos pályának a testvére. Nyilván ez a pálya volt elsőnek, ha jól tudom. Ez csak a második, az utódja. Ugyanúgy a második. Jaj, ezt nem fogom hibátlanul megcsinálni, de nagyon nem, kétszer is eltalált, és még ennek is neki megyek. Jó, és most megcsinálom a trükköt, figyeljétek. És egyből, hogy megmondtam, és nem esek le. És be is érek a célba, figyeljétek. Jaj, a lézeres pálya, ez nagyon nehéz lesz. Jó, ezt átugorjuk, és most be fognak durvulni a dolgok. Mi vagy ezt itt átugorjuk. És ez már eléggé durva volt, de mindjárt jön egy extrém durva. Hát, hogy odáig eljutunk, mert ketten már meg is haltak, aminek én már nagyon örülök, mert én is itt boxolgatok, meg rugdosok, de szerintem az nem elég, mert csak hárman haltak meg. Fú, ezt a pályát amúgy nem annyira szeretem, de hát, hogy most ez jött be, akkor oké. Okay. Négyen már meghaltok. Jó, de durva. Ne, öten, haton, jó, ebbe bejutunk, heten, ütök, nem, heten, most majdnem beestem, és, konkrétan belerúgtam a lézerbe, mindegy, begyűjtöttük ezt is. A következő, amit írtatok, 5. Jó, itt természetesen én bénázok, szóval valószínűleg le fogok maradni nagyon, és hát itt fogok dekkolni. Nem? Sikerült átnyújtnom. Jaj, de most jön egy nehezebb akadály. De nem gond, mi megküzdünk vele. Végre átjutottam, és... most csak szivatsz. Mindegy, újra átjutottunk. Itt egyből ugrunk, jó, és itt is egyből. Jó. Itt talán fel tudok menni. És jó. Felrúgjuk. És be is érünk. Easy. Ne! Ez a legrosszabb pálya a világon, és beleesek. Figyelj, hát én itt csak bele tudok esni, hát mondom. Megint. Feljutottam a tetejére. Ne! Jó. És vége. A következő 7. Ezt a pályát amúgy szeretem, szóval ezzel nincsen bajom. Ezzel a karakterrel ezzel jól fog menni. Mindig jó, ott jól ilyen trükkösen elmentünk. Itt is fogjuk rá. És ide rápattanunk, és már megyünk. És... de beérünk. Beértünk nyilván. Jó, itt nyilván neki megyünk, mert ez kötelező. Itt is átmegyünk itt. Nem, neki megyünk a falnak, de hát most kit érdekel. Itt is nyilván, mert megpróbáljuk a másik trükköt, ami most nem jött össze, de nem gond, mert ezt itt átugorjuk, ami nagyon nehéz. Azt nem tudom, hogy sikerült, de itt is. Figyeld,
Hoppá! Az azért profi. Jó, tehát ugorjuk mindjárt. Jó, felrúgtuk természetesen. Itt is jó, itt emótoltunk. Ez is egy hasznos trükk. Itt épp hogy amúgy. És be is jutottunk, és jön az utolsó pálya, vagy hát itt a döntő. Itt fogok emótolni középen. És figyeljétek, most. És így nem tudnak semmi eltalálni. Ez nagyon hasznos. Jó, mondjuk ott van egy aranybanánom, belemehetnék, de nem fogok, mert emótolok. Ennyi. És kacok, én ezzel megnyertem. Figyeljétek meg, szerintem ezzel most meg fogom nyerni, mert emótolással easy. Jó, mondjuk most már tényleg nem tudok annyira. Jó. Ne. Ó, te. Mit mentettem már megint. És megnyertem. Megnyertem. Igen, az 52-es szám, ami pedig ez a kalóz nálam. Jújtát is megyünk. Ez amúgy, ez a pálya tökéletes. A karakter teljesen jó. Szóval ezzel most, szerintem ezzel is megnyerem, mint az előzőnél. Ketten már be is értek, de hát én ott nem látok semmit. Jó. Úgy tovább megyünk. Még eléggé profi vagyok, ez a kedvenc pályám. Vagy hát sok kedvenc pályám van, azt... itt egy kicsit gonosz voltam. Na jó. Ebbe be is értünk, és jön a döntő. Reméljük ezt is megnyerjük. Nyilván szerintem nem annyira, mert én ebben nagyon rossz vagyok. Viszont láttam, hogy a középső az nem lesz jó. Szóval az ott van, ami rossz. És jó, és kívül fogom. Figyeld. Így né. Ezzel talán jobb, nem igazán. Szerintem jobb oldalt lesz. Ez a kék ninja is ezt mondja. Itt van a finish, és kiestem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Következő rész lesz ebből. Szóval ez a videó alá írjatok kommentet, de lesz ebből újra egy shorts videó. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!